Egyesület elnökének, hogy életem első... Tótfaluba az erdélyi Murányi Sándor Olivér író Fehér Márta újságíró meghívására érkezett. Elsősorban zarándokként hívtam meg, aki ott lehetett a pápai szentmisén, és aki lovagolt a békért. A Facebook oldalon Böjte Csaba Ferences testvér oldalán figyeltem föl rá, mint zarándokra, és rögtön ráírtam Csaba testvér, aki készségesen megadta az elérhetőségét, Murányi Sándor Olivér pedig olyan természetesen válaszolt arra a kérdésemre, hogy eljönne el Tótfaluba. Innentől kezdve nagyon egyszerű volt a dolog. Murányi több mint 500 kilométert tett meg Lóháton, Lengyelországból Magyarországra, a pápai szentmisére, Böjte Csaba felkérésére. Legfrissebb élményeit is megosztotta a közönséggel, valamint az új kötetéről, a folyamtáncról is beszámolt. Én ezt úgy szoktam fogalmazni, hogy a hargitai medvék és a dunai harcsák között ingázom jelen pillanatban is, úgyhogy két laki életet élek, és hát egy olyan figurát igyekeztem megalkotni, aki a folyammal barátkozik. Na most, hogyha megnézzük az irodalmi alkotásokat, akkor ez egy ilyen fő toposz és egy ilyen fő eset, hogy az alkotó megfog egy főhőst, és lebegteti az őrültség és a normalitás között. Az erdélyi írótól emellett a medvékkel való viszonyáról, az állatok szeretetéről, valamint az emberek és állatok közötti kapcsolatról is hallhattak az érdeklődők.